Az energiaárak emelkedésével több energiatakarékossági intézkedésről is döntött még tavaly a képviselőtestület. Az idei költségvetés tárgyalásakor is kiemelt figyelmet fordítottak arra, milyen beruházásokkal, fejlesztésekkel lehetne csökkenteni az önkormányzati intézmények ingatlanok energiaköltségeit. Így került a beruházások közé az óvodák napelemes rendszereinek kiépítése is. A munkák a Széchenyi úti óvodában kezdődtek el, majd a Köztársaság utcai óviban folytatódtak. Mindkét helyen 45 darab napelem került a tetőre. A telepítés a Pesti úti óvodában folytatódott, a másik két intézménnyel megegyezően 20 kW-os inverter és 45 napelem segíti a költségek csökkentését. A telepítések pedig még nem értek véget, hamarosan a Városházán kezdik a munkát.